Már a gimnáziumba azért mentem, a Bécsi Lővei Gimnáziumba érettségiztem, egészségügyi szak középiskolába gyakorlatilag, hogy orvos legyek. Ott 40-en voltunk az osztályban, mindenki orvos akart lenni, ebből 10 orvosok is lettünk. Tehát én már az általános iskola utolsó éveiben eldöntöttem azt, hogy orvos legyek, orvos leszek. Szerettem volna mindig segíteni az embereket, érdekeltek a betegségek, érdekelt a betegeknek a betegségekhez való hozzáállása, a gyógyítás. Tehát ezért mentem orvosnak, és nem bántam meg, mert ha újra kezdeném, ugyanezt tenném. Ez a kis kanyar, hogy a gyerekgyógyászatból infektológus vagy fertőzőgyógyász lettem, ez azért történt, mert amikor idejöttem, akkor arról volt szó, hogy lesz egy gyerekosztály, új gyerekosztály, ami aztán 90-ben meg is épült, és ott lesz egy gyerekfertőző részleg. És mivel már van gyerekgyógyászatból szakvizsgám, csináljam meg a fertőzőt, és akkor ott lehetek részlegvezető főorvos, amiből aztán a végén nem lett semmi. De megszerettem nagyon a felnőtt betegeket is. Körülbelül 15 éve mi már gyerekekkel nem foglalkozunk, csak felnőttekkel. Sok-sok év alatt az orvostudomány rengeteget fejlődött. Úgy a diagnosztika, mint a terápia, tehát a gyógyítás. Csak gondoljunk bele abba, hogy 76-ban, amikor én végeztem, nem volt még Magyarországon gyakorlatilag ultrahangvizsgáló gép. A 85-ben Pécsre kellett még elmenni, hogyha valaki hasi ultrahangvizsgálatot szeretett volna, mert csak az egyetemen volt ilyen gép. Ma pedig már nemhogy ultrahang, de CT-vizsgálat, MR-vizsgálat, PET-CT-vizsgálat történik gyakorlatilag Magyarországon, és minden nagyobb kórházban, mint a Szekszárdi Kórház is, ezek a vizsgáló módszerek a PET-CT kivételével elérhetőek. 1976-ban 8 antibiotikumot ismertünk. Ma ennek több mint 10-szeresét. Tehát sokkal nagyobb lehetőség van az fertőző betegeknek a gyógyítására, sokkal jobban, gyorsabban meg tudjuk őket gyógyítani. Nekem fogalmam sincs arról, hogy kinek jutottam eszébe és kiterjesztett engem föl, de ez számomra nagyon nagy megtiszteltetés, és köszönöm ismeretlenül is annak, aki ilyen szempontból gondolt rám, és megszavazták számomra ezt a díjat.